Vasas Nyári Egyetem Gyöngyösön. A közmunkaprogram folytatását és patkányírtást kértek a romák. Megbokrosodott ló okozott riadalmat ma délután. Jó estét kívánok, a hét utolsó munkanapján köszöntöm Önöket. 26. alkalommal rendezett nyári egyetemet a Vasas Szakszervezeti Szövetség. Minden évben más városban, idén Gyöngyösön tartották az országos szakmai napot, ahol a multinacionális vállalatok foglalkoztatás politikai lehetőségeiről is tanácskoztak. A Vasas Szakszervezeti Szövetségnek az ország 19 megyéjében 230 szervezete van, ahol a kollektív szerződés lefedettség 75%-os, hangzott el a tanácskozáson. Már hagyomány, hogy minden évben más-más városban tartják a Vasas Nyári Egyetemet, hogy a tisztségviselők megismerhessék egymás munkáját. Az idén Gyöngyösre esett a választás. A Vasas Szakszervezetnek az egyik alapszervezete a Bébraumban van, amely szinte etalonként működik. Felkészült vezetőkkel, jó kapcsolatban, együttműködve a cég vezetőivel, sikeres eredményeket érnek el, mondta a fórumon Balogh Béla elnök, aki a szakszervezetek szerepéről is beszélt. A Vasas Szakszervezetnél különösen igaz, hiszen a 230 munkai szervezetünk közül egyetlen egy sincs állami, 118 multinacionális cégnél vagyunk bent, és a többi, az pedig a kis-közepes vállalkozások. Legfontosabb a kapcsolaton belül az, hogyha sikeres kollektív megállapodást tudnak kötni, és természetesen minden évben, ha az eredmények engedik, akkor bértárgyalásokat folytatnak. Közös a felelősség a vállalat működtetésében, mert eredményeket csak csapatmunkával lehet elérni. A szakszervezet jelenléte szerintem minden munkáltatónál, nem csak a Bébraunnál. Azért fontos, mert a munkavállalók és a munkáltatók között van egy kommunikáció, ami mindkettőnk közös érdekeit összehozza egy kicsit közelebb. Legyenek megfelelő bérek, legyenek megfelelő munkakörülmények az egyik oldal, a másik oldalról pedig azért, mert úgy tudunk hatékonyabbak lenni a munkában. A multinacionális cégeknél jók a tapasztalatok, gondok a kis- és középvállalkozásoknál vannak, ahol időnként előfordul, hogy a vezetők azt hiszik, hogy a beosztottak leltári darabszámok, véli Balogh Béla. A kollektív munkaügyi viták esetén 1996-tól már munkaügyi közvetítőkhöz fordulhatnak a szakszervezetek és a munkáltatók. Az elmúlt időszakban közel 200 olyan eset került napvilágra, illetve sokszor talán ez nem is kap nyilvánosságot, amikor a segítségünket vették igénybe, és ezeknek a közvetítéseknek a 95%-a sikerrel, megegyezéssel zárult. Elkerültük azt a legvégső pontot, amely a legfőbb célunk, hogy ne kerüljön sor a munkabéke megtörésére, ne kerüljön sor sztrájkra. A nyári egyetemen munkáltatók is részt vettek, akik beszámoltak foglalkoztatás politikai lehetőségeikről. Az összejövetel célja, hogy az ország 19 megyéjéből érkező résztvevők megismerjék egymás régióját is. Roma közmeghallgatást tartottak a Gyöngyösi Városházán. A jelenlevők nagy része a közmunkaprogram folytatását, a városban elszaporodó patkányok írtását, valamint a járdák és közutak állapotának javítását kérte. 4 éve napnak a pénzügyi. Többek között ilyen problémákat vetettek fel a roma közmeghallgatáson megjelent résztvevők, ahol előkerült még témaként a szociális helyzet javítása, vagy a közmunkaprogramban való részvétel is. Ez utóbbit Bozsik István alpolgármester hasznosnak ítéli, és reményei szerint ennek folytatása is lesz. Ez egy kétütemű közel 75 fős foglalkoztatást jelent, amit az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat égisze alatt folyik, és gyakorlatilag ők csinálják az egész programot. Elmondtam, hogy indul egy új programja a nagy önkormányzat, a városi önkormányzatnak a kezelésében megy tovább, és mert reményeink szerint szeptember 1-től pedig jön az az őszi-téli közfoglalkoztatás, ami az elmúlt évben is volt. Báradi Kálmán, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke is azt emelte ki, költségvetésükben jelenleg is elkülönített összeg áll rendelkezésre a közmunkaprogram lebonyolítására. A költségvetés az évi az 5.800.000 forint, ebbe benne foglaltak a munkabérek is, amit megpályáztunk. Ezek kiadások, egyebek is, meg programok is vannak, ebben benne van minden. Hát ezt decemberig ezt le kell zongorázni. A jelenlévők felvetették a járdák és közutak elhanyagolt állapotát is. Az alpolgármester azt mondja, már tervben van ezek felújítása.
a városban elszaporodó patkányok írtását pedig elsőként a felhalmozott hulladékok eltakarításával kell kezdeni. A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban címmel rendeztek konferenciát a szakemberek a főiskola tangazdaságában Taspusztán. A meghívott előadók a fenntartható energiagazdálkodás, a főiskolai innovációk és a vidékfejlesztés témakörében szólaltak fel. Zöld energiával a zöld Magyarországért. Az ezen a címen futó főiskolai projektnek legújabb állomásaként Taspusztán gyűltek össze a szakemberek, hogy bemutassák a főiskolán futó kutatásfejlesztések legfrissebb eredményeit. A főiskolán az utóbbi 10 évben fölhalmozott ilyen és zöld energiával vagy megújuló energiával kapcsolatos tudásbázis most már érte azt a pontot, amikor nem csak házon belül és nem csak ilyen ismert terjesztő szinten próbáljuk ezeket hasznosítani, hanem keresjük a kontaktust azokkal a térségbeli, megyén belüli, vagy akár távolabbi partnerekkel, akikkel a gyakorlatban át lehet vinni ezeket az eredményeket. A 21. század a folyamatosan szélesedő társadalmi szakadékokról szól, a megújuló energiák és a fenntarthatóság lehet a legjobb megoldás ezeknek a szakadékoknak az áthidalására. Hangsúlyozta Dinya László, aki hozzátette. Még a munkanélküliségre is gyógyír lehetnek a főiskola innovációi. Ezeknek a célkitűzéseknek hivatott a katalizátora lenni a Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum. Az a fő feladata, hogy a főiskolán létrejövő szellemi alkotásokat összegyűjtse, ezeket értékelje, és hosszabb távon megpróbálja ezeket az üzleti szférában hasznosítani. A kutatási portfóliónk több tevékenység eredményeként jött létre. Vannak kutatási alaptevékenységeink, amelyeket az oktatóink, kutatóink művelnek. Ezen felül pedig kutatási pályázatokat valósítanak meg. Továbbá az üzleti szférából érkező kutatási megbízásokat teljesítik a főiskola szakemberei. Az utóbbi években a kutatásfejlesztések fő csapás iránya a piacigények kielégítésére irányult. A fenntartható energiagazdálkodás ugyanis ma már nem idealisztikus utópia, hanem komoly befektetés a jövőbe. Szokatlan baleset miatt kellett a gyöngyösi rendőröknek helyszínelniük ma délután 1 órakor. A Mátrai út végén a rendőrlámpa előtt egy kocsi elé fogott ló bokrosodott meg, és az útról az élő ösvényen át a járdára ugratott, magával rántva a lovaskocsit. Ő volt a baleset egyik okozója. A ló itt már nyugodt, miután a kocsi elől kifogták, s ide egy közeli fához kötözték. Neki szemmel láthatóan nem esett semmi baja. A baleset 1 óra előtt néhány perccel azért következett be, mert a ló ismeretlen okokból megijedt, s az élősövényen át a járdára ugratott, magával rántva a megrakott lovaskocsit. A hajtó szintén megúszta sérülések nélkül, a helyszínre érkező rendőrök azonban vérvételre kötelezték, mivel felmerült a gyanúja annak, hogy ittas állapotban ült fel a bakra. A férfinak a helyszínen megjelent ismerősei kamerán kívül elmondták, úgy tudják, az illető nem számít gyakorlott hajtónak, így ez is közre játszhatott a balesetben. A helyszínelés idejére a rendőrök korlátozták a forgalmat a Mátrai út ezen szakaszán, délután 1:30-tól azonban már újból zavartalanul közlekedhettek a gépjárművek. Az idei már a 11. évadja a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napoknak. A programok 9 napon keresztül, június 28-ától július 6-áig tartanak. Ebben az évben először már 3 heves megyei helyszínen tartottak rendezvényeket. A régi helyszínnek számító Gajatető és a tavaly belépő Gyöngyöstarján mellett először volt erdei koncert a Kékestetőn. Muzsikál a muzsikás együttes, nem is akárhol, az ország tetején. Egyenesen Párizsból érkeztek ide. Sipos Mihály, a zenekar prímása azt mondja, ilyen meghívásra nem lehetett nemet mondani. Nagyon sokféle gyönyörű környezetben muzsikáltunk, de meg kell, hogy olyan, hogy mögöttünk egy ilyen gyönyörű látvány legyen, ilyen nagy sípe, ilyen szép erdő. Ugye nagyon érdekes, hogy itt fönn ez már teljesen a bükkös. Ragyogó, gyönyörű. Szóval ez igazi, egyedülvaló, unikális helyszín. Sokáig csak Gajatető volt az egyetlen heves megyei helyszín. Tavaly már Mátrafüreden és Gyöngyöstarjánban is muzsikált az erdő. Szabó Lajos erdőmérnök, a sorozat főszervezője azt mondja, idén azért esett a választás a Kékestetőre, mert itt az erdő és a zene harmóniája különösen érvényesül. Arra törekednek ugyanis, hogy az erdő ne pusztán a rendezvények helyszíne, hanem téma és a művészetek forrása is legyen.
teli találat volt itt az ország tetején. Itt aztán szabadon szárnyalhatnak nem csak a zenei dallamok, hanem a gondolatok is, és nyugodtan lehet beszélni környezettudatossággal, környezettudatosságról, fenntarthatóságról, hiszen ez az egyik fontos célja a Muzsikál az erdőnek. Ezt az erdő és a zenének a harmóniáját próbáljuk kihangsúlyozni. Muzsikásék nem csak muzsikáltak, de megénekeltették, sőt meg is táncoltatták a közönséget. Hasonlóan magas hőfokú koncertet adott másnap a Sósi réten a Cimbali Band is. A szervezők itt is és az egész sorozat alatt igyekeznek a fesztivál összművészeti jellegét kidomborítani, így az erdei koncertek és séták mellett gyermekprogramok, kiállítások várják az érdeklődőket. A Gyöngyösi Lovasklub szervezésében idén újra lesz díjugrató lovasverseny Gyöngyösön. A helyszín a megszokott Karácsondi úti volt Honvéd Zalka sporttelep, ahol várhatóan színvonalas pályavezetés mellett csodálhatják majd a nézők testközelből a versenyzőket. A kezdés időpontja az, hogy az 9 órakor van, és én ehhez ragaszkodok, próbálunk pontosan kezdeni, ez jellemző volt. De a nevedésekről annyit, hogy hát egy picit nehezen indul, én aggódtam tegnap, ma körülbelül 50 nevezés van. Én remélem, hogy a 80-100 körül lesz, a lovasok itt, a lovasbarátaim, meg az itteni lovasaim biztatnak, hogy hát utolsó pillanatban kényelmesek a lovasok, majd az utolsó napokban lesz itt a nagy nevezési hajrá. Hát én remélem, még egyszer mondom, hogy a 80-100 lovas meg lesz, és egy nagyon egy jó létszám, én úgy gondolom. A Gyöngyösi Lovasklub versenyzőjeként Vikartóczi Krisztinán a hétvégi versenyláz még nem tört ki, nyugodtan készül az eseményre. Nyugodt vagyok. Hétvégén voltunk versenyen, ami biztató, úgyhogy remélem itthon is sikerül majd valami jó eredményt elérni. Milyen számokba fogsz indulni, mire hegyezed ki magad, hogy azért ott lehet, hogy szeretnél helyezést is elérni? Hát ami biztos, amiben indulok, az egy B1 nyitott kategória, az 1 méter, meg a B2, ez 110 cm-en lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e másik lovat is elhoznom, és akkor azzal még megyek egy B3-as kategóriát, az 120 cm-en van. 4 év után remélhetőleg újra benépesül majd a Karácsondi úton található volt Honvéd Zalka sportpálya. Az esemény látogatása ingyenes, sőt a szurkolókat egyéb szórakozási lehetőség is várja majd a vasárnapi 8. Vakbottya János díjugrató lovasversenyen. Újabb magyar deviza hiteles ügy érkezett az Európai Bíróságra, és egy eddig nem vizsgált problémát vett fel. Egy uniós irányelv szerint lehetséges, hogy a bankoknak meg kellett volna győződniük az adósok pénzügyi ismereteiről és tapasztalatairól, és figyelmeztetniük kellett volna őket, ha nem tartotta őket megfelelőnek. Fordított adózással tisztítaná meg a kormány a fémpiacot. Egy önálló képviselői előterjesztés szerint bizonyos acéltermékek esetében a későbbiekben a közterhet az áru beszerzője róná le. Most pedig nézzük, hogyan alakultak délután a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 347, a MOL 12.035, az OTP 4.195, a Richter 4360, a TVK 4100 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 18.399 ponton zárt, ami a legutóbbi értékéhez képest 212 pont csökkenést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Vasas Nyári Egyetem Gyöngyösön. A közmunkaprogram folytatását és patkányírtást kértek a romák. Megbokrosodott ló okozta a riadalmat ma délután. Önök Gyöngyös és térsége híreit látták pénteken, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvégén Tallózóval, hétfőn pedig friss hírekkel jelentkezünk. A viszontlátásra!